2500 négyzetméteres új gyártócsarnokot építettek. 100 milliós fejlesztés az egyik vásárhelyi nagyvállalkozásnál. Nemzetközi Jumeiho konferencia. 9 ország képviselői tanulmányozzák a japán terápiás módszert városunkban. Vásárhelyi premier, 2 egyfelvonásos, 1 estén a Szabó Magda Kamara Színházban. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. A 2500 négyzetméteres új gyártócsarnok megépítése mellett rakodógépet és hídmérleget vásároltak a főként termény és műtrágya kereskedelemmel foglalkozó vásárhelyi cégnél, ahol évente mintegy 100 000 tonna árut forgalmaznak. A 178 millió forint összértékű beruházáshoz 125 milliós támogatást nyertek a Széchenyi Terv Plusz programban. Ennek segítségével napelemrendszert is telepítettek az új csarnokra, ami, mint mondták, a teljes energiafelhasználásukat fedezni tudja. Ezt a rakodógépet is most szerezte be a vásárhelyi cég a Széchenyi Terv Plusz programban, amiben csak nem 125 millió forint fejlesztési támogatást nyertek el. Az összesen több mint 178 milliós beruházás február végén zárult le a Vásárhelyi Ipari Parkban, és több jelentős fejlesztést is tartalmazott. Ennek keretében megépítettünk egy raktárcsarnokot, melynek célja az volt, hogy minél könnyebben, gyorsabban, átláthatóbban tudjuk tárolni a rendelkezésünkre álló anyagokat, elsősorban műtrágyát, és ezzel könnyebben, hatékonyabban szolgáljuk ki a vásárlóinkat. Az ingatlanhoz kapcsolódóan létrejött egy hídmérleg, a Metrisoft volt a szállító, 60 tonnát lehet rajta mérni egy adott pillanatban, illetve egy anyagmozgató gépet szereztünk be, egy Manitou 737-est, hogy minél gyorsabban, könnyebben lehessen az árut mozgatni ebben az ingatlanban. Emellett az energiahatékonyság érdekében egy 16 kW-os napelemrendszert is felszereltek a cég új épületére. A 2500 négyzetméteres új csarnokban egyszerre akár 7000 tonna műtrágyát is tudnak tárolni. Ez az átadó után azonnal megtelt, hiszen a tavaszi és őszi időszakban mintegy 100 000 tonna áru fordul meg a telephelyen. A tárolókapacitásaink ebben a kritikus időszakban, amiről az előbb beszéltem, az őszi időszakban 100%-ig föltöltöttek. Terményből éves szinten 40 000 tonnát forgalmazunk, illetve tárolunk a telephelyünkön, és ehhez jön még 60 000 tonna műtrágya és egyéb vennyi anyag, ami megfordul a telephelyünkön. Ez indokolta a telephelynek a létrehozását. A tárolókapacitás növelése ezért már időszerű volt, az új csarnok is teljes kihasználtsággal fog működni. A felszerelt napelemrendszer pedig fedezni tudja az új ingatlan teljes áramfogyasztását, tudtuk meg a cég pénzügyi vezetőjétől. Még mindig sokan nem használják a biztonsági övet az autókban. Március 11-e és 17-e között a rendőrség az ország egész területén ellenőrizte a passzív biztonsági eszközök használatát, írja a polisz.hu. A rendőrök 15.449 esetben tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását. Túlnyomó részt 11.753 alkalommal a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övet. A gyermekbiztonsági rendszert 265-en nem használták, 52 motorkerékpáros pedig bukósisak nélkül közlekedett. A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető, áll a közleményben. A cigányság világnapján a hagyományok szerint a romák téli szálláshelyükről új tájak felé indulnak. Hódmezővásárhelyen az Észak utcai óvodában is megemlékeztek erről, ahol a gyermekek többsége roma származású. Márki-Zay Péter polgármester elmondta, Vásárhely büszke arra, hogy népes roma közösségnek adhat otthont. Kutyilem, Amendár, Putkamimosza, Tájde Hatyerem, Mistó Tumen, Pekádó, Barogyász. Fogadjátok tőlünk szeretettel, és érezzétek jól magatokat ezen az ünnepen. Az Észak utcai óvodában hetek óta készülnek a mai napra. Ilyenkor az apróságok mellett a szülők és az óvónők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy emlékezetes produkció szülessenek a tavasz köszöntő ünnepen. Szia, anya!
Az ünnepségen Márki-Zay Péter polgármester elmondta, hogy Vásárhelyen nem jelent hátrányt, ha valaki cigány származású. Reményeink szerint ez egy előny, hogy még egy kultúrát ismer, és a magyarsága mellett a cigányságát is ugyanúgy büszkén vállalhatja és megélheti. Ennek a cigány kultúrának az ápolásában, ehhez pedig mi minden segítséget megadunk. Az Észak-utcai óvodában ennek szellemiben törődnek a kicsikkel. Itt évek óta zajlik az a program, amely kiemelten foglalkozik a roma kultúra megismertetésével és ápolásával. A óvodánkban körülbelül 10 éve indult el ez a program. Roma hagyományőrző néven indítottuk útjára, éppen azért, hogy az idejáró gyerekek kultúráját megismertessük, és ezáltal könnyebbé tegyük az elfogadásukat, a befogadásukat. A cigányság világnapját azért ünneplik ilyenkor, mert a vándorlás korában március végén ért véget a tél a romák számára. A cigányság világnapján azt ünnepeljük, arra emlékezünk, hogy a cigányok a téli szálláshelyükről ilyenkor indultak útnak világ minden tája felé, és ekkor hagyták el tulajdonképpen azt a szálláshelyet, hónapokig laktak. A cigányság következő ünnepe április 8-án a Roma Kultúra Napja lesz. 132 alkotás érkezett a 37. Petőfi rajzpályázatra a Művelődési Központba. A vásárhelyi fiatalok 4 kategóriában mérhették össze tehetségüket a szülőföldemen tematikájú versenyen. A szakmai zsűri 22 művet díjazott. Itt születtem ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse volt a BFMK Rajz pályázatának témája. Ez a költemény ihlette azt a 132 gyereket, akik beküldték műveiket. Igazából az volt az ötletem, hogy ott a nagy vízében elszáll egy nagy cserebogár, csak nagyon nem sikerült. Nagyon szeretek naplementéket rajzolni, meg hasonlókat csinálni. A pályaművek változatos témákat hasonlóan változatos technikával dolgoztak fel. Grafittal, színes ceruzával, vízfestékkel, akrillal, sőt még kollázs és vegyes technikával is készültek illusztrációk. Anilin festékkel ezt a hátterét, az eget, ami egy gyorsan száradó festék, és hogyha megsózod, akkor ilyen lesz. A beérkezett alkotásokból március 14-én kiállítás nyílt a Művelődési Központban, ahol aztán a 4 kategória díjazottjai a polgármestertől megkapták az okleveleiket és a díjaikat. Emellett minden pályázó emléklapban részesült. Ezzel párhuzamosan rendezték meg a Petőfi Sándor szavaló versenyt szintén a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A döntőre 30-an érkeztek az ország különböző pontjairól, hogy 6 kategóriában a szakmai zsűri előtt adják elő a választott költeményeket. Diószegi Szabó Pál költő, a zsűri elnöke 10 éve vesz részt a Petőfi Sándor nevével fémjelzett szavaló verseny szervezésében. Szerinte a több mint 200 éve született fiatal költő friss hangvétele mindenkihez szól, ezért a művészete a mai napig meghatározó. Ő az egyetlen olyan magyar költő, aki a fiatalokat is és az minden korosztályt egyformán meg tud szólítani. A maga korában pont ez volt az újdonság, hogy nem egy bizonyos rétegnek írt, hanem az ország mindenkinek, tehát népi nyelven, de ugyanakkor irodalmi szinten fogalmazta meg a gondolatait. Úgyhogy Petőfi egy olyan hívó szó a mai változó világban is, ami olyan örökérvényű. Petőfi mellett többek között Babits Mihály, Ady Endre, Sík Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Szabó Lőrinc verseit hallhatta a közönség a 37. Petőfi Sándor szavaló versenyen. A 72 jelentkezőből mindössze 30-an jutottak a döntőbe. Első osztályos diákoktól a felnőttekig minden korosztály képviseltette magát. Nagyon izgalmas, hogy én leszek-e az első, vagy nem, tovább jutok, vagy nem, harmadik leszek, vagy nem. Felismerem magam a versekben, és szeretem előadni. A zsűri elnök elmondása szerint a produkciók értékelésében Monoki Mariam magyar szakos tanár elsősorban a szép kiejtést és a drámapedagógiai szempontokat veszi figyelembe, míg Ráros Janita színésznő a színpadi jelenlétet tartja szem előtt. Én jogász is, történész is vagyok, itt most ilyen poéta szerepbe működök, igazából a vers értelmezés.
hogyan tagoljuk a verssorokat, hogyan tagoljuk a vershangsúlyt, tartunk-e szünetet, hogy szól ki Petőfinek a vers szerkezete felolvasva, hiszen a verset, ezt Kányádi Sándor is mondta, az akkor jó, ha szavalják, az egy élő hang. Azt is megemlítette, minden évben újabb és újabb gyöngyszemekkel találkozik az előadóknak köszönhetően. Legyen szó a Petőfi életmű egy kevésbé ismert darabjáról, vagy más költők színvonalas műveiről. Igazi klasszikust választotta nemrég indult Szabó Magda Kamaraszínház első önálló bemutatónak. Szépernő, Kávécsarnok és Tűzoltó című két egyfelvonásosát vitte színre az Emlékpontban. A boldog békeidő korában játszódó történetek napjainkban is megállják a helyüket, hiszen a szerelem témáját, a férfinő kapcsolatot járják körbe. Hány kuglófot evett meg a kis kávéhoz? Igen, nagyon kellemes önnel beszélgetni. Minden a kuglóffal kezdődik a Kávécsarnok című Szépernő darabban. A vendég nem akarja kifizetni az általa elfogyasztott összes süteményt, az özvegy üzlet tulajdonos pedig be akarja hajtani rajta a tartozást, de a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a nőnek egyébként tetszik a férfi. Fanni szerepében Szántó Szandra komédiázott az Emlékpontban. Valakit megnevettetni, az azt hiszem, hogy nehezebb a mai világban, mint megríkatni valakit adott esetben. Úgyhogy igen, nehéz, nagyon-nagyon oda kell figyelni az időzítésre, hogy egy-egy poén az el tud durrani még, hogyha nem figyelünk oda, és nem vagyunk ügyesek, vagy nem egymásból építkezünk. Tehát a kollégákra is oda kell figyelni, a nézőket is figyelni kell, hogy szépen fölépüljön a dolog, és akkor szóljon, amikor kell neki. Szántó Szandrának a kacagtató jelenetek tolmácsolásában a szintén nagy nevettetőként ismert Magyar Attila volt a partnere. Szépernő egy nagyon hálás író abból a szempontból, hogy a színész hálás neki, hogy ilyen jó szerepeket írt, mert nagyon erősek a karakterek, nagyon szépen le van kerekítve minden, világosak a szituációk. Ugye általában ugye Szépernő, ahogy megszoktuk tőle a szerelemről, férfi-nő kapcsolatról ír, hogy hogyan is alakul ez is. Ráadásul ezt olyan finoman teszi, azzal a századfordulós, vagy a második világháború előtti békebeli idézőjel, békebeli színjátszással és azzal az írás technikával, avval a nyelvezettel, amivel ő tud beszélni, ezt gyönyörűen kifejezi. A színészek még a szombati bemutató előtt is gőzerűvel próbáltak, hogy estére minden tökéletes legyen. Szépernő, Kávécsarnok és Tűzoltó című két egyfelvonásos darabjának ugyanis vásárhelyen volt a premierje. Ez a Hódmezővásárhely Szabó Magda Kamaraszínház előadása. És remélem sok helyre eljutunk vele, és sok helyen megmutathatjuk, hogy így indulunk. Szantusz Barbara szerint egy új színház indulásánál szerencsés magyar szerzővel kezdeni, ezért is esett a választás a most is aktuális Szépernő műveinek bemutatására. Európa most Hódmezővásárhelyre figyel, mert ezekben a napokban városunk ad otthont a Jumeihó konferenciának, ahol összesen 9 ország képviselői gyűltek össze, hogy a Japánból elterjedt több ezer éves terápiás módszert tanulmányozzák és további felhasználási körét tapasztalják meg. A szakmai napon gyakorlati bemutatók is segítették a szemléltetést. Ez a mostani találkozó azért nagyon különleges, mert sok év után a Nemzetközi Jumeihó Központ elnöke újra tiszteletét tette itt, így a tanítványok a legavatottabb mestertől leshették el a fogásokat. Közös mozgással kezdődött a szakmai nap a Nemzetközi Jumeihó konferencián. Súfolásig megtelt a Kenguru Hotel nagy terme macedón, román, bolgár, osztrák, német, angol, lengyel és természetesen magyar jumeihósokkal. A vendégeket a haddanos vásárhelyi mester, Magyarország hivatalos jumeihó képviselője Faragó Katalin fogadta. Számunkra is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljönnek ide, hogy megnézik, hogy Magyarországon mi van. A másik az, hogy nemzetközek, akik idejöttek erre a konferenciára, a Jumeihó, Nemzetközi Jumeihó konferencia nemzetközi gyakorlatokkal, szóval új módszerek, új mozdulatok, esetleg terápiás részek is lesznek benne, hogy melyik országban milyen betegséget hogyan kezelnek, és kezelhető a Jumeihó. A Nemzetközi Jumeihó Központ elnöke 22 év után ismét tiszteletét tette vásárhelyen, és hozta magával a több ezer éves gyógyító módszert és annak speciális fogásait, amelyekből gyakorlati bemutatót is tartott.
Nagyon sok fájdalomnál és a termékenységi problémáknál is tud segíteni a Jumeiho, de még lelki gondoknál is bevethető, hiszen maga a japán elnevezés is ezt fejezi ki. A Ju azt jelenti, hogy emelni, amely az életre utal, még a Ho a módszerre vonatkozik, tehát valójában egy lélek életemelő módszerről van szó. Hívta fel a figyelmet a japán nagymester. Ez a terápiás eljárás Szájoncsi mester jóvoltából még évtizedekkel ezelőtt indult hódító útjára, elterjedését az eszperantó, mint közvetítő nyelv segítette. Így jutott el Lengyelországba is, ahol szintén magas szinten művelik. Nem olyan nehéz a világ nyugati részén elterjeszteni a Jumeiho módszert, hiszen nagyon sokan érdeklődnek iránta, akiknek ez a szakmájukba vág. A Jumeiho egy olyan különleges módszer, amely ötvözi a mély szövetmasszást a kiropraktikával, azaz az ízületek és a csontok kiigazításával. Sok országban ezért is vannak tanítványok, hangsúlyozta a szintén hét danos lengyel mester. Míg neki a gerincferdülés a szakterülete, addig Faragó Katalin a meddőséget kezeli sikerrel. A vásárhelyi terapeuta ezzel a japán módszerrel eddig 152 gyermek világra jövetelét segítette, és további babák is úton vannak már. Egy jó ideje már szerettünk volna kisbabát, csak sajnos az első terhességem az korán spontán elvetélt, és akkor utána hónapokig nem jött össze. És akkor emiatt felkerestük Kati nénit, és általa már az első kezelés után már megfogant a kisbabám. Faragó Katalin nem csak a gyógyítás, de a technikai tudás átadását is fontosnak tartja, így biztosítva a Jumeiho minél szélesebb körben való megismertetését idehaza és vásárhelyen is. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés. Hírműsorral holnap 17 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebb, de tudják, addig is ott vagyunk az online térben. Friss információkért keressék fel hírportálunkat, a hotpress.hu-t, vagy látogassanak el a Vásárhelyi Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára, ahol korábbi adásainkat is visszanézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!